Üdv mindenkinek! Ez egy kicsit különlegesebb rész lesz, hiszen 99 plusz 1 matematikai kifejezést fogunk nektek segíteni értelmezni, talán ezt a kifejezést használnám, ami segített az érettségiben, és könnyen találkozhattok vele. És a többes szám az apukám miatt indokolt, aki középiskolai matek tanár, és amellett, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk, rendszerint ki szoktam kérni a tanácsát különböző videókban, különböző anyagokban, amiket szoktam csinálni, úgyhogy most is őt hívtam segítségül erre a videóra. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. A menete nagyjából az lesz a dolgoknak, hogy ebben a kis díszdobozban vannak a kifejezések, amiket felváltva fogunk kiúzni, és pár szóban segítünk talán értelmezni, ha szükséges, akkor egy kis grafikát is csatolni fog, de feliratozni mindenképpen szeretném, úgyhogy ha ez így sikerül, akkor majd itt alul látjátok feliratozva ezeket a kifejezéseket. Van-e valami esetleg, amit? Hát inkább annyi csak, hogy ne várjon senki ilyen tankönyvi definíciókat, az értelmezés, az megértés a lényeg. Én amúgy sem nagyon tudom a definíciókat, úgyhogy ha lehet, egy kis szakmaiságot fog hozni ebbe a videóba, de legalább lehet is látom. Oké, akkor szerintem kezdhetjük is, úgyhogy most 99 plusz 1 matematikai kifejezés következik. Na, a pénzfeldobással fogjuk eldönteni, hogy ki kezdi, melyiket választod. Mennyi a valószínűség? Ezen én is gondolkodtam, csak azt akartam tőled kérdezni, hogy te emlékszel arra a Bud Spencer-es filmre, amikor a füttyög az és elkapja a madár. Tehát akkor mégis 50%. Igen. Kicsit kevesebb. Fej vagy írás? Legyen írás. Írás? Akkor? Akkor kezded a húzást. Aha, ja. Hát is az első. Jó, nézzük akkor az elsőt. Abszolút érték. Ugye az abszolút érték nagyon egyszerű, a nullától való távolságot jelenti, hogy ebből természetesen következik, ez csak pozitív érték lehet. Vagy nulla. Bocsánat, igazad van. Köszönöm szépen, vagy nulla. Oké. Kiegészítőszög. Ti a kiegészítőszögnek azt szoktuk nevezni, amikor 180 fokra egészít ki két szög egymást, tehát hogyha van egy alfa szögünk, akkor hogyha mondjuk egy egyenesen van egy másik szögünk, akkor ez 180 minusz alfa, ez ilyen matekosabb leírása, mondjuk azt, hogy az egyik szög az 70 fok, akkor a másik az 110 fok, akkor ők kiegészítő szöge. Precíz. Akkor jól mondtam. Szabályos háromszög. Szabályos háromszögnek tekintjük azokat a síkidomokat, aminek ugye három oldala, három szöge, és mindegyik egyenlő hosszúságú. Oké? Okay. Oké, okay, következő. Felezőmerőleges. Felezőmerőlegesnek szerintem még a nevében is benne van a lényeg. Tulajdonképpen egy olyan egyenesről van szó, szóval sose tudtam egyébként, hogy ez egyenes, vagy szakasz, vagy vonal. Hogy hát egyenes. Mondani? Egyenes. Egyenes. Végtelen hosszúságú elvileg. Oké, okay, és akkor a felezőmerőleges ez egy olyan egyenes, ami egy oldalt elfelez, ettől felező, és derékszögben áll erre a erre az oldalra, ezért hívhatjuk merőlegesnek, úgyhogy felező merőleges tulajdonképpen. Leginkább szerintem hát vagy szerkesztésnél, vagy háromszögeknél szokott előfordulni. Amikor... Igen. Igen, illetve hát még középvonal. Igen. Hát illetve ott csak a közép, hát csak a felezési pont meghatározása. Oké. Nézzük a következőt. Rombusz. Hát, nagyon jó kérdés. Ugye, egy olyan négyszög, aminek mindegyik oldala egyenlő hosszúságú, és szerintem ezzel meg is határoztuk pontosan. A rombusz. Figyelni kell rá, hogy minden négyzet egyben rombusz is. Így van, ez nagyon fontos. Elő szokott jönni az igaz vagy hamis kérdések sokszor. Komplementer esemény. Komplementer eseménynek azt hívhatjuk, amikor van egy eseményünk, és az ezen kívüli eseményeket tekinthetjük ennek a komplementerének. Ugye a komplementer az azt jelenti, hogy valamin kívüli. Mondok egy példát, mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk páros számot dobok a dobókockával, akkor ennek a komplementer eseménye az, hogy páratlan számot dobok vele. Tekinthetjük ezt egy elfogadható példának? Hát, hogyha el nem viszi a madár, azt is. Igen, illetve nem áll meg az élén. Igen. Igen, előfordult. Jó, terjedelem. A statisztikában találkozunk a terjedelemmel, ugye a legnagyobb elem és a legkisebb elem különbsége, vagyis úgy is mondhatnák, hogy a maximum és a minimum különbségét mondjuk a terjedelemnek.
ezt elég könnyű is általában kiszámolni szeretni szokták. Igen, nagyon fontos, azért ne felejtsük el, hogy először az adatokat sorba kell rendezni, hogy könnyebben meg tudjuk határozni a minimum és maximum értékeket. Ezt ne felejtsétek el az érettségén. Szinte minden ilyen feladatban sorba kell rendezni, nem? Igen. Oké. Nevezetes azonosságok. Hát nevezetes azonosságoknak én hármat szoktam nevezni, ugye az A plusz B a négyzetent, zárójelben van, ami nem A négyzet plusz B négyzet, hanem erre van egy szép formula, amit ki lehet keresni a függvénytáblázatból, de egyébként ide le is írhatjuk, hogy A négyzet plusz 2 AB plusz B négyzet, ugye van egy másik, az A minusz B a négyzeten, az ugye A négyzet minusz 2 AB plusz B négyzet, meg ugye még az A négyzet minusz B négyzetet szoktuk ide sorolni talán, ami ugye A plusz B szer A minusz B zárójelben. Van még több is, nem? Természetesen. A plusz B a harmadikon is az, így van, így van, de azt hiszem, hogy ezek is benne vannak a négy függvénytáblában, de ez a három az, amit a legtöbbször fel kell ismerni. Tehát a legnehezebb talán ezeknek a felismerése. Szokott is vele gond lenni az érettségizőknek. Okay. Na nézzük, mi a következő. Hopp, egy kettőt, majdnem kettőt sikerült húznom. Nézzük. Exponenciális. Ugye azokat a hatványozási feladatokat nevezzük exponenciálisnak, ahol az ismeretlen a kitevőben található. Ugye itt beszéltünk exponenciális egyenletről, exponenciális függvényről, de minden esetben az ismeretlen az a kitevőben szerepel. Általában x-el szoktuk jelölni. Például 2 az x-ediken a legegyszerűbb talán. És mivel szoktuk megoldani őket? Hát igen, egyenletben általában logaritmus segítségével oldani. Amíg benne van a kis dobozban az igen, is. Igen, de majd visszatérünk. Nem ennem én húzom ki. Oké. Következő, külső szög. Hát végül is egy ehhez hasonlót már kihúztam a kiegészítő szöget. Ugye a külső szög szintén sok szögeknél szokott előfordulni, általában három szögeknél szoktunk ilyet tanulni. Ugye külső szögnek azt nevezhetjük, hogyha van egy hegyes szöge, de nem muszáj hegyes szögnek lenni tulajdonképpen. Egy háromszögnek van egy szöge, akkor külső szögnek nevezzük azt, ami ott kint megy, és ott 180 fokra egészíti ki a belső szöget. Én egyébként, amikor kicsi voltam, azt hittem, hogy az a teljes ott a külső szög, hogy 360-ra, aztán felnőttként kell tapasztalni, hogy ez nem így van. És ne felejtsük el az összegét. Összegét? Külső ja. Szögek összege az? 360 fok. Minden sok szög esetén így van. Ja. Egyébként okay. Neked volt ilyen, valamilyen téma, amire csak később jöttél rá, hogy ez így van is? Hát nekem az összes. Nézzük a következőt. Azt mondja, hogy körszelet. Ugye a körszelet nagyon nem egyszerű történet. Képzeljünk azt, hogy a pizzát nem szabályosan daraboljuk fel, hanem mondjuk így egyszerűen elvágjuk valahol. Ismersz el, hogy ez a pizza? Nem. Tudsz valami jobb példát mondani? Én is így szoktam. Barbárság ilyenni a pizzát, ezt szokták erre mondani. Igen? Hát nem. Igen, valószínűleg. Meg azt szoktam még, hogy a körszelet az nem az, ami a pizza szelet. Igen. Mert ez a körcik. Szóval itt pont, hogy igen. Az, ami logikus. Leszelünk bele egy darabot. Ugye, ha a magát a szöveget nézzük, akkor leszelünk a körbe egy darabot. És nagyon fontos, hogy nem jellemző, hogy a kör középpontjába indulunk ki. Bár ha felezzük, akkor előfordulhat. Előfordulhat, igen. Következő, amit húztam, az a meredekség. Hát a meredekség az ugye függvények témakörében ismeretes. Általában lineáris függvények, amik egyenesek, ugye, ott szokott szóba jönni a meredekség. Ugye, igazából erről sok mindent lehetne mondani szerintem, de valószínűleg úgy ismeritek a legtöbben, hogy így hogyan kell lépkedni, amikor van egy pontunk, mondjuk ismerünk egy pontot egy függvényen, és akkor a meredekség mutatja meg azt, hogyha onnan lépünk egyet jobbra, akkor mennyit kell tovább menni, ugye ha ez egy pozitív szám, akkor felfele megyünk annyit, a negatív szám, akkor pedig lefelé. Mondhatjuk azt is, hogy ha pozitív, akkor növekvő függvényről van szó, ha negatív, akkor pedig csökkenő függvényről. Ja, vannak különlegesebb esetek, amikor nem egyet lépkedünk, hanem többet akár. Ja, és ugye ne felejtsük, hogy van még, amikor... Konstans? Konstans. Akkor a meredekség? Na? Nulla? Nulla. Oké. Így van, mert ugye az x-es tag eltűnik. Így van. Jó.
Oké, nézzük a következőt. Ez nekünk is egy vizsga. Igen. Hogy nehogy véletlen kifelejtsünk valamit. Mérleg elv. Ugye egy elvteknél jelenik meg, amikor mind a két oldalt azonosan változtatjuk, tehát úgy kell elképzelni, mintha egy mérleg lenne két serpenyővel, és azonos módon változtatjuk minden serpenyőben a tartalmat. Tehát ezt talán így lehetne legegyszerűbben leírni. Milyen műveleteket szoktunk csinálni a mérleg elvnél? Hát alapvetően bármilyen műveletet. Bármi működik? Mert mi nem. Csak már azért már veszik mindkét oldalt gyökét, meg logaritmusra. Van olyan, amit nem tudunk használni? Aztán gondolkodtam. Hatványozni szoktunk mind a két oldalt. Tehát szerintem igen. Minden. Oké. Ha esetleg nincs igazunk, akkor nyugodtan írjátok meg a kommentbe. Elképzelhető, hogy valahol nem mondunk precíz dolgokat, de inkább arra próbálunk törekedni, hogy segítsünk egy kicsit így az értelmezésben, de hát természetesen mi is hibázhatunk. Intervallum, én nagyon szeretem az intervallumokat egyébként használni. Szoktam is a diákoknak mondani, hogy használják, van, akit nem tudok meggyőzni róla, és még a kacsacsőrökhez ragaszkodik. Ugye az intervallumokkal számhalmazokat szoktunk ábrázolni, általában számegyenesen. Tehát mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy mínusz 2-től 3-ig veszek egy intervallumot, mondjuk egy mínusz 2-3 zárt intervallum, akkor az azt jelenti, hogy a mínusz 2 és a 3 közötti összes számot értelmezem ezzel, és ugye benne van a mínusz 2 meg a 3 is, ha egy intervallum ki van nyitva, akkor pedig ugye azok a számok, ami a két végén van az intervallumnak, azok már nem esnek bele az intervallumba. Ugye hol szoktuk őket használni? Általában függvényeknél. Függvényeknél. Egyenlőtlenségeknél. Sőt, halmazműveltek is vannak ugye a intervallumoknál. Igen, akár. Bár ilyen intervallumos műveletet nem igazán láttam még érettségben. Igen, az inkább ritka. De a függvényeknél megjelenik bőven. Igen. Úgyhogy nagyon értelmezési tartom, hogy ne? Igen. Fontos tudni, intervallumokat nézzétek át mindenképpen, szerintem hasznos, hogyha használják. Úgy látszik, ez a folyamatosan kettőt akarok húzni. Elmondtad kettőt. Reciprok. A reciprok ugye nagyon leegyszerűsítve a számlálót és a nevezőt megfordítjuk. Főleg törteknél jellemző, de egész számoknál is érthető, vagy használjuk ebben az esetben az egész szám. A nevezőbe kerül, és a számlálóba pedig egy egyes. Ezt milyen szépen mondani, ezt úgy szoktam mondani, hogy berakjuk egy egyes alá, amire nyilván felszoktak háborodni a matekosan. Elnézést. Túl jól mondtad, pedig azt hittem, te is amilyen kifejezést fogsz használni. Osztályközép. Az osztályközépnek azt nevezzük, amikor mondjuk valamilyen adat nekünk úgy van feltüntetve, hogy egy intervallummal adják meg. Mondjuk azt mondom, hogy 5 ember van, aki 20 és 30 pont között teljesített, akkor ugye az osztály közép az ennek a 20 és a 30 pont közöttinek a közepén van, tehát a kettő szélső pontnak az átlaga, tehát az osztály közép az tulajdonképpen egy intervallummal megadott adatnak a közepét jelenti. Találkoztam már ilyen feladatban? Aha, érettségem volt. Volt olyan, hogy ilyen intervallumokkal voltak megadva a pontok, amit elértek valami dogán, vagy nem tudom. És akkor átlagot kellett, azt hiszem, vagy mediánt ilyen osztályközepekkel számolni. Onnan loptam ezt a kifejezést. De nyilván nem gyakran előfordul a dolog. Igen, azért, mert számomra sem túl jellemző. Szögfüggvények. Hú, szögfüggvények. Az egyik legtöbbet használt módszer, amivel meg tudjuk határozni a háromszögek hiányzó adatait, illetve akár szögeit. Ugye négyet ismerünk, de ebből hármat használunk jellemzően, ugye ez a színusz, koszinusz és a tangens. A kotangens még a számológépen sem jelenik meg, úgyhogy nem is nagyon kell foglalkozni vele. Benne vannak ugye ezek a szögfüggvények a négy függvénytáblában. Fontos, hogy ez derékszögű háromszögekre érvényes csak. És ugye úgy szól, hogy a színusz alfa ugye egyenlő a szöggel, az alfa szöggel szemben levő oldal per átfogó, koszinusz alfa a szög melletti, vagyis alfa szög melletti befogó per az átfogó, és a tangens pedig a szöggel szemben levő oldal, vagy befogó per a szög melletti befogó. Hát a kotangenst is mondhatnánk, de jellemzően nem használjuk, az fordítva a tangensnek, akkor a reciproka az előbb már felvetődött ez a szó. Így van.
Hát milyen szépen levezetted itt a dolgot. Már nem is kell a függvénytáblázatból megkeresni ezek után. De benne vannak egyébként természetesen, úgyhogy. Bár szerintem, ha megcsinál egy pár feladatot az ember már kb. Nagyon fontos a derékszög, csak derékszögű háromszögekre érvényes, tehát ha nincs, akkor keresni kell egyet, vagy be kell rajzolni. Én ilyenkor mindig azt szoktam, hogy érdemes firkálgatni. Vagy nem azt kell használni, nem mást. Hát ha nem találok, akkor valószínűleg nem jó. Fú, ezt megutálom ezt a témakört, ezt mondd már. Hasonlóság. Hasonlóság. Hát igen, igen. Mondhatnánk egy nagyon egyszerű szabályt is, hogy van egy lambda, amivel az oldalakat megszorozva megkapjuk, hogy a többi oldalt, és nagyon fontos, hogy a szögek mindig azonos nagyságúak. Így van, tehát mondhatjuk, hogy ha nagyítunk vagy kicsinyítünk egy háromszöget például, akkor ugye mindegyik oldal ugyanannyi szorosára változik. Hát ezt a lambda-szerű arányszámnak tekintjük. A terület pedig már? Hát igen, ez nagyon érdekes, hogyan változik a terület és a térfogat, mert ugye ha az oldalakat a kétszeresére növeljük, akkor a terület a négyszeresére változik, és hogyha testekről beszélgetünk, akkor a térfogat, viszont a felszín a szintén négyszeresére változik, viszont a térfogat az már nyolcszorosa lesz, úgyhogy erre figyeljünk. Ez volt is érettségi példán ilyen típusú kérdés. Szeretik kérdezni, úgyhogy figyeljetek arra, hogy a hasonlóság az ugye felszín terület esetén már négyzetesen, térben, térfogatnál pedig már köbösen változik, tehát igen, ez, amit említettél. Igen, igen, okay. Akkor húzok még egyszer, mert elmondhatom. Következő, ez egy egybevágó, mit jelent? Ez egy egybevágó, ezt sokan szerintem rosszul értelmezik. Ugye az egybevágóság, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy két alakzat akkor egybevágó, hogy ugyanolyanok, ugyanúgy néznek ki, ugyanolyan tulajdonságaik vannak. Eltolhatjuk a síkba, meg ilyesmi, elforgathatjuk. Forgathatjuk is, ugye? Persze. Okay. De hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkeznek, tehát én ha rajzolok kettő ugyanolyan négyzetet ide meg ide, akkor azok egybevágóak, ennyi igazából. Ugyanolyanok, ugyanakkor rá ennyit kell róla tudni. Igen, körülbelül. Kiugró adat. Hú, a statisztika és dobozdiagram esetében találkozunk ilyennel. Méghozzá ez azt jelenti, hogy a félterjeden másfél szeresénél nagyobb adatról beszélünk, ebben az esetben a dobozdiagramnál ponttal jelöljük a kiugró adatot. Most ez egy új témakör, és ez nagyon barátságos. Remélem, hogy lesz az érettségén ez egy jó témakör. Jellemzően most szeretik a diákok. Szeretik, és biztos adni is fogják. Jó, ilyet, hogy biztos nem szabad mondanom, de reménykedjünk. Jó eséllyel láthatjátok meg az érettségben, igen. Oké, gyakoriság. Hát a gyakoriság ez tulajdonképpen annyit jelent, ha van egy adatsorunk, akkor azt mutatja meg, hogy melyikből mennyi darab van. Igazából ennyi darabszám, gyakoriság. Na nézzük, mi a következő. Pitagorász tétel. Igen. Pitagorász tétel, ismét egy derékszögű háromszög. Ugye őt már, vagy Pitagorász tételét már szerencsések általános iskolában is tanulták, ugye anyag, és ugye a oldalak négyzetes összefüggését írja le, vagyis a befogó négyzet összeg egyenlő az átfogó négyzetével, lefordítva A négyzet, meg B négyzet egyenlő C négyzet. Azért fogalmaztam így, mert sokszor átnevezik ezeket az oldalakat trükkösen, és nem mondják meg, hogy melyik az A oldal, B oldal, tehát a befogókat kell keresni, és azoknak a négyzet összege lesz egyenlő az átfogóval. Esetleg egy kis érdekesség, hogy mai napig vita tárgya az, hogy Pitagorasz fedezte fel magát a róla elnevezett tételt, illetve annyit tudunk, hogy ő írta le először. Hát az talán már nem is vita, hogy nem ő használt vele. Igen, gyanús, igen. Szerinted kik voltak az elsők? Hát nehéz megmondani. Az biztos, hogy Egyiptomban használták. Ez korábban volt, mint a kínai? Hát nem tudjuk. Igaz, nem tudjuk. Okay. Vagy nagyon közel, nem lehet. Nem, én nem merném meg, melyik volt előbb. Persze biztos, hogy a matematika története ezt leírja pontosan, de sajnos nem emlékszem rá. Én még annyira sem, viszont annyit szeretnék mondani nektek, hogy semmiképpen ne az A, B, C jelöléseket magoljátok. Mindig értsétek a tételek tartalmát, tehát az A meg B az a két befogó, a C az átfogó, de ha azt nem úgy hívjuk, mint egy említettet, akkor nem baj, attól még a Pitagorasz tétel működik rá, csak más dolgokat kell beleraknunk. És természetesen megfordítása is működik. Így van. És
még, bocsánat, még ezt nem jutott, még léteznek a pitagoraszi számhármasok, amit esetleg érdemes megnézni. Néhány függvénytábla benne is van, ha jól emlékszem. Elképzelhető. Mik azok a pitagoraszi számhármasok? A pitagoraszi számhármasok azokra, amelyre igaz a pitagorasz tétel. Ugye ezek közül a legismertebb a 3, 4 és az 5. Így van. Meg az 5, 12, 13. Így van. Meg ezeknek a többszöröse is, ugye? Jól mondom? Így van. Úgyhogy a pitagoras tétel ez egy jó dolog. Sokat használjuk. Sokat használjuk, és biztos, hogy lesz az élet. Valószínűleg lesz az érettségén. Ha nem is feltétlen külön feladatban, de mondjuk térgeometriában gyakran előjön, amikor ilyen gulába, kubba kell számolgatni. Ugye ez... Oké. Hiperbola. Tehát ugye a hiperbola az az elnevezése az 1 per x függvény képének. Hát nehéz ezt így elmondani, hogy néz ki, de majd kirakom a grafikára ilyen valami ilyesmi. Igen. Amit érdemes talán itt megjegyezni, azok az aszimptoták. Az benne van amúgy? Az aszimptoták, a megemlíthető, ugye az a kettő egyenes, amit soha nem ér el a hiperbola, közelíti, de nem éri el. Nehéz ezt felfogni a mi emberi agyunknak, hogy ilyen létezik, de létezik. A hiperbolánál van ilyen, a többi függvény kevés. Főleg a transformációknál jön elő. Igen, már azokat tologatjuk tulajdonképpen. Így van. Nézzük, azt mondja, hogy teljes négyzetté alakítás. Hú, diákok rémálma. Nem szeretik, viszont a függvény ábrázolásnál megkönnyíti a dolgunkat. Hát tulajdonképpen arra jó, nem, hogy egy ilyen szétbontott másodfokú kifejezést ilyen zárójelbe bírunk rakni. Így van. Én megmondom őszintén, én azért szoktam egy kis menekülő útvonalat adni, hogyha megoldják a másodfokú függvényt, akkor a zérus helyeket megkapják, és segít az ábrázolásba. De teljesen nem oldja meg a teljes négyzeti alakítást, de segít egy kicsit. Így van. Meg ugye a köregyenletnél van még, csak ezt már kivették a középszintű értségében, úgyhogy ezzel nem fogok. Az nehéz is volt, azért tegyük hozzá. Szét kellett bontani. Hát de ez is olyan, nem egyszer megtanulja valaki, akkor már mechanikusan tudja, hogy mit kell csinálni, se tudja, hogy mit csinál, de tudja. Így van. Ami nem baj persze. Nevetés azonosságokból következnek ezek. Így van. Na mehet is akkor a kövi. Normál alak. A normál alaknak hívjuk azt az alakját egy számnak, amikor a 1 és 10 közötti szám van megszorozva a 10 valahanyadik hatványával. Mondok egy példát, mondjuk 2,5-ször 10 a hatodikon, mondjuk, ugye mikor szoktuk ezeket használni, akkor, hogyha vagy nagyon pici számról beszélünk, ez általában ugye ilyen elektronika, fizika, biológia, ilyesmikben, vagy hogyha óriási számokról, mondjuk csillagászatban szokott előfordulni, ugye csillagászatban, vagy hát amikor ilyen valami nagyon-nagyon sok dolgot szeretnénk felírni. Igen, felhívnám figyelmet rá, hogy a számológép néha kiírja így, és meg szoktak lepődni diákokra, hogy nem értik az eredményt. Végig kell nézni a számot, és ott van szépen a végén, a mostani számológépek kiírják szépen, hogy 10 a hanyadikon. Így van. Tehát nem kell meglepődni rajta, hogyha esetleg túl nagy számot kapunk eredményül, mert ugye mindig becsülünk, és ugye a becslés alapján, ha nem azt kapjuk, akkor ugye érdemes elgondolkodni rajta, hogy miért is van az. Miért is kaptuk azt az eredményt. Ha nagyon kicsi számról van szó, akkor ugye egy 10 a mínusz van a anyadikon lesz, amit őszintén nem kell megijedni, hiszen a negatív hatványkételőt biztosan tudjátok, hogy mit jelent, ugye? Reméljük. De van egyébként itt videóról a csatornán. Jó, nézzük, azt mondja, permutáció. Ó, a permutáció az egyik kedvenc részem ugye a kombinatorikának, amikor sorba rendezzük. Nagyon fontos sorbarendezés, és minden elemet felhasználunk. Ez szerintem így körülbelül ennyibe. Ja, és természetesen a permutációk több ismétléses és ismétlés nélküli permutációról is beszélhetünk. Az ismétlés nélküli az azt jelenti, hogy nincs köztük azonos elem. Ha van, abban az esetben érdemes megnézni a függvénytáblát, mert a leírása már nem olyan, vagy a megoldás már nem olyan könnyű. A képlete pedig, ugye, ha jól emlékszem, n faktoriális. Ugye az n az a részvevők száma. Yeah. Ordináta. Ugye ordinátának nevezzük egy pontnak a második koordinátáját, tehát y koordinátáját, ennyi, hogy ez miért van elnevezve? A
Nem tudom. Miért nem lehet azt mondani, hogy Y-korján? Y-tengely. Miken? Gondolom, olyan, matematikai megfogalmazás. Lehet azért szívassák az érettségizőket. Olyan, mint a koordináta, csak nincs K betű, meg csak egy óval írjuk. Igen. Variáció. Na, úgy látszik a keletnek kell mondani. Igen, a kombinatórikát teljesen kihúzom. Ugye a variáció nagyon hasonlít az előzőre, amiről beszéltünk, ugyanúgy sorba rendezés. Annyi különbség, hogy nem kell az összes elemet felhasználni. Ugye ennek a számozása úgy néz ki, vagy meghatározása úgy néz ki, hogy n-szer n-1-szer n-2 faktor, és ha így nézzük, vagy ha nagyon precíz képletet szeretnénk, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy n per n-k faktoriális. N faktoriális per n-k faktoriális. Ezeket nem is tudom. De jó, így van. Esetleg még annyit tudhattok róla, hogy a számológépben ugye van ez az NCR funkció, amivel ugye a valami alatta valamit számoljuk. Na, ehhez hasonlóan van egy NPR, azt hiszem, amivel meg variációt lehet számolni. De általában nincs rá szükség, mert olyan egyszerű kiszámolni. Logikusan, hogy fölösleges szerintem le a számológépes dolgokat használni. Igen, sok esetben szerintem a józan eszünket kell elővenni, és a képletekre kevésbé hagyatkozni, de ez ízlés kérdése, ki melyiket szeret jobban. És én jövök, ugye? Igen, ha jól gondolok. Térfogat! Hú, ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi ez a térfogat szerintem. Hát valaminek a térfogata az úgy nagyjából az, hogy mekkora helyet foglal a térből. Tehát mondjuk itt van az üdítő, amit én kiöntöttem, ugye ennek, ha a térfogatát veszem, az ugye ez a 3 deci körülbelül, vagy lehet ez 4 deci is. Nyilván a köb deciméterben is, vagy ilyesmiben meg lehet adni. Azt mutatja meg, hogy mekkora helyet foglal el szerintem. Valahogy így lehet. Bár ez nyilván el magyar talán kicsit. De hát ez van. Hát inkább az a lényeg, hogy el tudjuk képzelni. Így van. Nézzük, azt mondja, hatványkitevő. Hát ez egy szerencsés fogalom. Ugye a hatvány ugye azt jelenti, hogy egy véges számú szorzatról beszélünk, és hogy hány szor szorozzuk össze magát ezt a számot, ezt jelenti ez a kitevő, ami általában a szám jobb felső sarka, hatványozásnál jobb felső sarkán, vagy? Hát mondhatjuk, hogy 2005-en akkor. Ne, található maga a szám. Így van, akkor az ötös. Hányszor szorozzuk össze? Ami nem mindig egy egész szám, mondjuk. Lehet tört is akár. Így van. De akkor is hatványkitevő, nem? Végül is. Ja. Igen. Ja, hát igen, nyilván ez már a 7. osztályba bejön valahogy, hatványozás. A 7. osztály, így van, 7. osztálytól kezdődően. De végig csak kísérj minket. Így van. És hát azért figyelni kell. Ja, vannak benne érdekességek, igen. Módusz. Egy adatsor móduszának nevezhetjük a leggyakoribb elemet. Igen. Mert itt nem kell sorba rakni. Igen, a módusz nem kell sorba rakni. Igen, itt anélkül is meg lehet határozni. Csak jól számoljátok össze, hogy melyik van. Ja, bocsánat, és ne azt írjátok oda, hogy hányszor van meg ez az elem, hanem magát az elemet kell odaírni a módusz. Nagyon ezt néha keverni szokták. Ha van 4 darab ötösöm, és az a módusz, akkor nem a 4-et kell odaírni, hanem az ötöst, mert az az adat maga. Igen. Következő a valós gyök. Hú, hát az egyenleteknél ugye kapunk eredményt. És az az eredményt tekintjük valós gyöknek, amely benne van az értelmezési tartományban. Ugye ebből következik természetesen, hogy ha megvan adva az értelmezési tartomány, akkor meg kell a legvégén, a megoldás után vizsgálnunk, hogy ez része annak az intervallumnak, vagy annak a tartománynak, amelyben vizsgálnunk kell magát ezt az egyenletet. Nagyon fontos, ha nincs megadva külön értelmezési tartomány, akkor a valós számok halmazán dolgozunk. Így van. Képzelni, hallottam olyat, hogy valakinek azt mondták, de sokszor így is gondolják szerintem az érettségizők, hogyha valami negatív szám jön ki mondjuk a másodfokú egyenletvégének, az biztos nem megoldás. Hát azért vigyázzatok, hogy bármilyen csúnya eredmény jön ki, az attól még lehet azért megoldás, csak nyilván meg kell nézni, hogy... Így van, hát hogy attól még lehet. Igen, persze. Az értelmezési tartománynak megfelel. Kamatláb. Oké, hát ezt én pont nem annyira szoktam így külön tanítani, hogy mi az a kamatláb, de azért meg lehet fogalmazni. Ugye a kamatláb az a százalék,
amivel növekszik a 100%-os pénzmennyiségünk mondjuk egy kamatos kamat esetén, tehát mondjuk egy 5%-os kamat, az azt jelenti, hogy a pénzünknek minden év végén ugye az 5%-kal megemelkedett értékét fogjuk látni, nem tudom megfogalmazni. 105%-ára növekszik, tehát hogy ugye ennyi százalékot raknak rá a pénzünkre. Itt azt, hogy a matematikai formulát hogyan kell használni a kamatos kamat esetén, egy kicsit bonyolultabb, de a kamatláb az maga csak ez a százalék, nem? Így van. Általában ezt szokták megadni. Ezt szokták megadni bankok, tehát amikor arról van szó, hogy egy befektetéséért, vagy bármit vásárolsz, akkor azt határozzák meg, hogy mennyi a kamata, vagy a kamatlába. Hány százalékok szoktak lenni nagyjából? Hát az infláció függő. Ugye, ilyen 6-8 még néha, az jó. Az már nagyon jó. Általában kisebbek szoktak lenni. Legalább egy olyan téma, amit nem árt az ember kicsit ért, nem? Mert találkozhatunk el azért. Befolyásolja az életünket, igen. Sok olyan valami meg nem van, teljes négyzeti alakítás, nem valószínűleg sokszor. Igen, hát na, módoszt mondtad, ezért most megkaptam a mediánt, vagy kihúztam a mediánt. Ugye a mediánnál viszont nagyon fontos, hogy sorba rakjuk az elemeket, hogy a növekvő sorrendbe állítjuk, és a középső elemről beszélünk. Meg kell keresni. Figyelni kell, hogyha páros számú elem van, abban az esetben a középső kettő számtani közepét vagy átlagát kell vennünk. Precíz. Konjunkció. Remélem, hogy ezeket elkövetem. Hát ugye ez a logikában van, és tulajdonképpen az és kapcsolatot jelenti. Mondok egy egyszerű példát, ugye azt mondom, hogy mondjuk az, hogy ez a videó elkészüljön, ahhoz az kell, hogy apa is, és én is itt üljünk, tehát nyilván mindkettő feltételnek teljesülnie kell, hogy az abból következő esemény is teljesüljön. Ugye ez az és kapcsolat, ez ugye ilyen kis fordított V-betűvel jelölendő, ami ugye kicsit hasonlít a metszetre, ami a halmazoknál van, nyilván logikailag is összefüggenek ezek. Ugye? Tulajdonképpen. Igen. Jó, én meg már kapkodtam, hogy már húzni akartam. Ja, bocsánat, és... sokadom el. Ne, semmi csak. Na, tessék, úgy látszik, én belenyúlok itt most a statisztikába, félterjedelem. Ugye a félterjedelem, az a dobozdiagramoknál szokott általában megjelenni, a felső kvartilis és az alsó kvartilis különbségét szoktuk meghatározni, és ezt hívjuk félterjedelemnek. Leegyszerűsítve ezt úgy is lehet mondani, hogy a felső negyed és az alsó negyed különbségét, ugye ha így nézzük, vagy Q3-ból Q1. Gyakorlatilag a dobozdiagram maga a szélét, hogy maga a doboz, két szélek. Igen. Ha vagy sodrófa. Igen. Ha vizuálisan képzeljük el, igen. Te melyiket használod, doboz vagy sodrófa? Doboz. Szórás. Na, egy kicsit én is bekapcsolódok a statisztikába. Szórás szintén elég nehéz megfogalmazni szerintem. Arra egy jó mutató szám, hogy meghatározzuk, hogy az adatok mennyire térnek el az átlagtól, hogyha nagyon eltérnek az átlagtól, akkor egy nagy szórástól van szó, hogyha közel vannak az átlaghoz, akkor egy kicsi szórásról van szó. Nyilván nem csak szimplán a különbségük, hanem ilyen jó, nagy négyzetes gyökös képlete van, de nem kell megtanulni, mert a számológépbe be lehet írni, úgyhogy vegyetek egy jó számológépet, és akkor könnyű szórást számolni. De egy hasznos mutatószám szerintem egyébként. És hogy kell beírni a számológépbe, megkérdezhetem? Hú. Inkább ne kérdezem. Már tudom, hogy kell, csak most ezt... Nehéz elmagyarázni, igen. Egyébként már a viszonylag korrektebb számológépek tudják, tehát nekem ilyen kb. 8-9 ezer forintos számológépen van, annál vannak sokkal jobbak. Az enyém még másodfokú egyenletet se tud megoldani, de a szórás már be lehet írni. Tehát, hogy már valamennyire tudományos egy számológép, nem kell nagyon jónak lennie, akkor közepes szinten már tud. Na. Én jobban szeretem itt a szórásnak papír alapon. Kiszámolt papíron? Uh-huh. Én jobban szeretem. Na, ismét kettőt húztunk. Ekvivalens. Hú, hát az ekvivalens az magától érthetődő, egyenértékű kifejezés szintén, ugye a matematikai logika használja főleg, bár használjuk a matematika más területén is, azonos átalakításokat is szoktuk ekvivalens átalakításnak nevezni.
nem fogjátok használni az érettségén ezt a kifejezést. Átlag. Szerintem átlagot mindenki számolt már, legalábbis az én generációmban még, amikor azt számoltuk, hogy hány ötöst kell kapni, hogy ez felhúzza az átlagunkat. Most már Kréta írja, hogy az átlag önmagában az adatok összege, elosztva az adatok darabszámával, ennyi igazából. Nagyon vigyázzatok arra, hogy ha átlagot számoltok, mindig súlyozzátok, tehát minden jegyet, adatot annyiszor vegyetek, ahányszor az előfordul, ne csak egyszer-egyszer, hanem mindegyiket. Ez a súlyozott átlag. Sokszor. Így van. Figyelni kell rá. Jó, nézzük a következőt. Azt mondja, különbség, differencia, ugye a számtani sorozatoknál beszélünk különbségről, vagy differenciáról. Ugye ez mutatja meg, hogy a két elem között milyen összefüggés van. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy mindig a nagyobbik elemből, ha kivonjuk a kisebbik elemet, vagy az előtte levő elemet, akkor megkapjuk a differenciát. Nagyon kedvező, nagyon barátságos feladatok szoktak lenni. Így van. D-vel jelöljük. D-vel jelöljük, igen. Igen. És ez csak számtani mával, ez fontos, igen. Ezt mondtad, ugye? Igen. Ha nem, akkor majd köszönöm. De szerintem mondtad. Okay. Részhalmaz. Hát ugye erre van egy ilyen nagyon matekos kifejezés, szerintem úgy szól, hogy egy halmaz részhalmazának nevezzük azokat a halmazokat, amiknek elemei, az eredeti halmaz elemei is. Valami ilyesmi, hiszen elemeit is tartalmaz. Annyiszor olvastam már, hogy beragadt a fejembe, de utálom egyébként. Nyilván a részhalmaz az, hogy kiválasztunk valamilyen elemeket egy halmazból. Tehát mondjuk van az, hogy ABC, akkor annak részhalmaza az, hogy AB, az, hogy BC, az, hogy ABC, vagy az üres halmaz is akár, nagyon fontos. Tehát, hogy kiválasztunk belőle valamennyit, legyen ez akármennyi elemű, azt nevezhetjük részhalmaznak. Szoktak lenni néha érettség. Uh-huh. Főleg, hogyha. A felszín. Hú, bármilyen alakzat felszíne, hogyha én úgy szoktam fogalmazni, a legegyszerűbb a bőre. Tehát, ezt még nem hallottam, hogy vele kívánok. Igen. Tehát úgy kell elképzelni, hogy bármilyen alakzatnak a külső határoló elemeinek a területének az összege. Én ugye, így szoktam. De ez a bőre, ezt tetszik. Igen, könnyű megjegyezni. Ugye? Tehát nem ami belül van, hanem ami bőre, ahol hozzá tudsz élni. Igen. Hol szokott előjönni? Hát. Lefestjük. Igen. Lemázoljuk. Igen. Kicsempézzük. Igen, figyelni kell, hogy mindig csak annyi oldalt számoljunk, ahány oldalra vonatkozik a feladat. Például ugye a csempézésnél valószínűleg a mennyezetet nem fogjuk kicsempézni, sőt... Érdekes lenne, sőt, igen. Tehát, hogy ezek, vagy az ajtót sem fogjuk kicsempézni, és ki kell vonni esetleg. Igen. Számláló és nevező. Mi ennek a másik elnevezése? A felső és az alsó. Törteknél ugye, a számláló... Most nem figyeltem. Szinonímák ugye. Számláló és nevező ugye a törteknél fordulnak elő, ugye a számláló az, ami felül van, a nevező az, ami alul. A nevező megnevezi, hogy hanyadokról van szó, a számláló pedig megszámlálja, hogy hány darab ilyenünk van. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk a 2/3, semmi politikai áthallással, most csak tényleg ez jutott először eszembe. 2/3, ugye 3 mutatja meg, hogy hány részre osztjuk, a harmadokról beszélünk, és ugye a 2 mutatja meg, hogy hányat teszünk belőle, ugye 2 darabot. Ennyi igazából, 5. osztálytól kezdve van már. Első n-tag összege. Hát, ugye, ezt használjuk számtaninál és a mértani sorozatnál is, sőt, bármilyen sorozatnál használhatjuk. Ugye léteznek olyanok is, amik egyikre sem vonatkoznak, és egyszerűen összeadjuk a tagokat. Természetesen n-ig, vagyis n darabig. Ugye általában mindig az első taggal kezdjük, és ameddig meghatározzák, mondjuk az első 5 tag, összegít ebben az esetben ugye az n5. Az... Ja, hogy az n az 5. Az 5, és az első 5 tagot adjuk össze. De ez természetesen bármilyen szám lehet, és annyi tagot kell összeadni. Erre természetesen vannak nagyon jó képletek is, hogyha nem akarod kiszámolni, mondjuk nem biztos, hogy érdemes 20 tagot kiszámolni. 5-öt még akár. 5-öt még esetleg igen. Mondjuk 20 tagnál már érdemes inkább a képletet használni, ami a számtani és mértani sorozatoknál megtalálható a 4 évű függvénytáblában. Most elmondhatnám, de szerintem nincs. Tudod fejben mindkettőt? Hát igen. Igen. Parabola.
Hát a parabola az, ugye a hiperbolát is kihúztam, az 1 per x függvénye volt, a parabola pedig ugye a másodfokú függvénynek a képe. Ilyen, olyan, mint az U betű, de nem U betű, utána hanem U betűnek mondják a diákok. A parabola. Smile. Smile, igen. Főleg, hogyha forgatjuk, hogy merrefele néz. Ugye a parabola az, az az x négyzet függvénynek, vagy bármilyen transformált alakjának a képe. Nagyon érdemes tudni, az érettségre sokszor előfordul. És hogy hogyan ábrázolgatjuk, hogyan mennek a pontok, ezt az fontos tudni. Igen. Körírt kör, beírt kör. Általában háromszögekről beszélhetünk, ott jelentkezik legtöbbször. Ugye a körírható körnek az a lényeg, hogy a síkidon minden csúcsa rajta van a körívem. A beírható kör pedig azt jelenti, hogy a síkidomba beleírt kör minden oldalt érint. Vagy az, a síkidom oldalai érintői a körnek. Természetesen ebből következik, hogy bármilyen sokszögéről is beszélhetünk, de általában háromszögeknél szokott a legtöbbször megjelenni. Így van, így van. És ugye, hogy azoknak a középpontja mi, az ugye szögfelező a beírt kör esetén. Így van, és oldalfelező, merőlegesek. Metszés pontja határozza meg. De benne vannak a függvénytáblázom egyébként. Igen. Most már koordináta geometriában se kell ilyeneket számolni, úgyhogy hát talán nem, ilyen. Nem is biztos, hogy találkozunk vele. Hát, ilyen igaz vagy hamisban szerintem még talán belerakhatják, nem? Igen, vagy esetleg, hogy határozd meg a körsugarának, a beírt körsugarának hossza, de erre vannak jó kis képletek. Hát szerintem olyan biztos nem tudok az életség. Nem biztos. Valószínűleg. Előfordulhat. Hát igen, igen. Oké, és... Jó, sok már még. Nem tudom, hol tartottunk szerinted? Nem tudom. Együttható. Az együttható az egy... nagyon gyakran előforduló matematikai kifejezés, és általában nem nagyon szokták tudni a diákok szerintem. Együtthatónak nevezhetjük valamilyen algebrai kifejezésben a betű előtti számot. Én így szoktam mondani, mondok egy például, hogy a 2x, akkor annak az együtthatója a 2, x-nek az együtthatója a 2, vagy hogyha azt mondom, hogy 32xyz, akkor a 32 az együttható. Na most, hogy ezeket hol is használjuk, ugye leginkább a másodfokú egyenleteknél, hiszen ott ugye az x négyzetnek van egy együtthatója, az az a, az x, a b és a száma c, és ezt a hármat szoktuk beírni a megoldóképetbe, már ha mind a három van. Hát lehet, hogy ha nincs, akkor meg nulla. Tehát ugye akkor is be kell írnunk valamit. Kivéve ugye az a nem lehet nulla, mert akkor nem lesz másodfokú. Így van. Ők az együtthatók. Na, sikerül. Ja. Komplementer. Ugye a komplementerről már mintha lett volna szó, ugye az eseményekkel kapcsolatban. Halmazoknál is megjelent ugye a komplementer, amikor azt mondjuk, hogy van egy A halmazunk, és a rajta kívül levő alaphalmaz elemei, azok tartoznak a komplementer halmaz, az ő komplementeréhez a halmaznak. Tehát nagyon szokott lenni érettségén, de tananyag amúgy. Így van. Így van. Szerinted? Hát, nem tudom, nem tudom. Általában különbséget, metszetet szokták meg, a komplementert elég ritkán. Faktoriális. Faktoriális, ugye ez a kis felkiáltójel, az ugye annyit jelent, hogy ha egy számnak veszük a faktoriálisát, akkor ugye az egész számokat kell összeszorozni attól a számtól kezdve egészen az egyik. Tehát mondjuk a 6 faktoriális az 6-szor, 5-szor, 4-szor, 3-szor, 2-szor, 1. Ez ugye a permutációnál jön elő, vagy variációnál, vagy... Mindenhol van kifejtési tétel. Igen. Ennyit kell igazából megígyezni. De van rá gomba számológépen. Igen. Ritka esetek egyik, amikor a nyelvtanban és a matekban is azonosan használandó jelölése van, ez a felkiáltója. Igen. Nem csak ilyen van talán. Na tessék, kihúztam a logaritmust. Tehát akkor az exponenciális egyenleteknél, ugye az exponenciális egyenleteknél ugye úgy tudjuk megoldani, vagyis ha kitevőt úgy tudjuk kiszámolni, ugye abban az esetben ugye x a kitevő, hogy mind a két oldal logaritmusát vesszük, és ugye egy jobb számológépben már be tudjuk írni nagyon szépen a kifejezést, ha nem, akkor egy kicsit kell ügyeskednünk, és a kitevőből le kell hoznunk az ismeretlent. De egy nagyon-nagyon barátságos pénzügyi feladatoknál, illetve mértani sorozatoknál fordul elő jellemzően. Így van. Hát leginkább akkor használjuk, hogyha ugye a hatvány
kitevőben. A kitevőben van az ismeretlen. Kérdés. Igen. És vannak elképesztő jó videók rá. Igen, nem is tudom, hogy kikészítette. Itt a csoda van. Megnéztem. Következő, az a kedvező eset és az összes eset, ugye a valószínűség számításban használjuk őket, ugye a valószínűség képlete, az ugye a P egyenlő kedvező esetek per összes esetek száma, itt ugye összes esetek az, amik előfordulhatnak, a kedvező pedig az, ami a kedvező, amit ki kell számolnunk, amit kérdez a feladat, tehát ugye itt tudunk valószínűséget számolni, mint ahogy például az elején azért említettük az 1/2-et, vagy 50%-ot a pénzfeldobásnál, ugye kettőféle lehetőség van, vagy írás, vagy fej, és abból ugye egy a kedvező, hogyha én az írásra kérdezek, egy, hogyha a fejre kiegészíteni. Thales téte. Hú. Pitagorasz után ezt is kihúztad. Így van, úgy látszik, ez ma szerencsés kezem van. Ugye a Thales tétel ugye arról szól, hogy a kör átfogójának két végpontját, a kör egy tetszőleges pontjával, bármelyik, a körív egy tetszőleges pontjával összekötve, mindig derékszögű háromszöget kapunk. Talán átfogót mondtad, de átmérő, nem? Igen. Jó, bocsánat, átfogót mondtad? Átfogót, de igen. Jó, akkor bocsánat. Mert az is amúgy ebből következik. Igen, igen. Igen. Tehát akkor a kör átmérőjének két végpontját, összekötjük a kör egy tetszőleges pontjával, akkor egy derékszögű háromszöget kapunk. Így van. Szuper. Főleg az érintők szerkesztésénél volt ugye ennek jelentősége, ott találkoztunk legtöbbször ezzel a szerkesztéssel. Aha. Én nem sokszor szerkesztettem ilyet, de amit inkább használunk, az ennek a megfordítása. Ami? Így, ugye azt jelenti, hogyha egy derékszögű háromszögről beszélünk, akkor ugye az átfogó felezési pontján van a körírható körközéppontja. Így van, pontosan. És ez előfordul számolásos feladatban. Így van. Sőt, igen. És mindig szoktam mondani, amikor ez a feladat van, hogy ez a tálésztétel miatt van, akkor hazudok tulajdonképpen, meg megfordítása miatt. Csak akkor szoktak elnézni a diákok, hogy ez miről beszél, hogy megfordítás, mi az, hogy megfordítás. Igen. Tényleg mi az, hogy megfordítás egy állításnak? Ez is lehetne akár egy kérdés. Igen, ez is. Oké. Okay. Következő húzásunk során, mivel találkozunk, teljes gráf. A teljes gráf az egy olyan gráf, ugye a gráf tudjátok, amikor ilyen pontokat összekötögetünk ilyen élekkel. Ugye ebben az esetben, hogyha teljes gráfról beszélünk, akkor az összes pontot összekötjük az összes ponttal, és van egy nagyon jó képlet rá a függvénytáblázatban, úgyhogy el lehet kiszámolni ilyen esetben ugye az élek számát, ez ugye n·n-1/2, hogyha n ugye a gráf csúcsainak számát jelöli. Jól mondtam, ugye? Igen. Oké. Okay. Az a lényeg teljesen van, pontok minden összeköt. Igen. És akkor ebből persze következik, van komplementer gráf is. Komplementer. Erre még nem hallottam, de... Tőle. Aha. Van egy komplementer gráf? Persze. Ez azt jelenti, hogy ami még nincs behúzva? Igen. Yeah. Kitalálható, mondjuk. Igen. Szögfelező. Ugye hát nem kell túl gondolnunk, sikidomok szögének a felezéséről beszélünk. Ugye az előbb mondtuk, hogy ez a beírható körközéppontját határozta meg a háromszögek esetében. És fontos tudni, mert szokott lenni az érettség. Szerkesztés. Csak viccelek. Soha nincsen szerkesztés az érettség, ne jegyetek meg. De ugye szoktunk szögfelezőt szerkeszteni általános iskolában. Hát középiskolában. Középiskolában is? Prím szám. Ez azért kedves nekem ez a definíció, mert itt viszont ragaszkodni szoktam, hogy tudják pontosan, hogy mi a prím számnak a definíciója, ami úgy szól, hogy prím számnak nevezzük azokat a számokat, prím számnak nevezzük azokat a számokat, amiknek pontosan kettő osztója van, egy és önmaga, és az, hogy pontosan kettő osztójon, az azért szükséges beleraknunk a definícióba, mert az egy az nem prím szám, hiszen annak csak egy osztója van, az egy. Tehát ugye a prím számok csak egyel és önmagával oszthatóak, és kettő osztójuk kell, hogy legyen. Ugye kettő a legkisebb prím szám, ami az egyetlen páros, és utána 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
és végtelen van belőlük, ugye? Igen, még nem jutottuk a végére. Igen, hát. Igen. Még dolgoznak rajta nagyon profi számítógépek, de... Meddig tudjuk most biztos valami? Nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig. De nektek elég tudni szerintem kb. Fejből 20-ig, azután meg a függvénytáblázatban benne van talán 1000-ig. Viszont azt hiszem, hogy csak az egyikben van. Talán vagy csak a sárga, vagy a fejjebben van benne. Az egyikben van. Csak az egyikben van benne, azt hiszem, az igen. Nem emlékszem, melyikben, de csak az egyikben. Jó, nézzük. Következő. Vektor. Hát, ezt nagyon kedvelem ezt a definíciót. Rövid, velős, irányított szakasz. Yes. Egyenlőszárú háromszögnek nevezhetjük azokat a háromszögeket, amiknek van kettő egyenlő szöge, ezáltal kettő egyenlő oldala is, ugye általában ugye így szoktuk őket rajzolni a hagyományos esetben. Ugye tulajdonképpen a alapon fekvő két szög, az egyenlő, így ugye kettő szára is egyenlő hosszúságú, ezért nevezhetjük őket egyenlő szárúnak. Inkább nyolcadikos feltípusokban szokott előjönni, de érettségén is lehetnek. Kombináció. Na, úgy látszik, megkaptam mindegyiket. Ugye a kombináció lényeges. Diákoknak mindig azt szoktam mondani, amikor foglalkozunk egy ilyen feladattal, mindig azzal kezdjük, hogy számít-e a sorrend. És csak a kombinációnál nem számít a sorrend, tehát itt nincs jelentőség a sorrendnek. És itt van az az NCRS gomba számológépen, ahol N alatta K-t tekintjük, vagyis N számból K számot választunk ki véletlenszerűen, és úgy is lehet mondani, hogy egyszerre húzzuk ki ezt a K számot. Így van. Jó, szerintem körülbelül ennyi is. Ugye elcsépelt például a lottó, de egyébként jó, mert ott ugye 90-ből 5 számot választunk ki. És a sorrend nem számít. Nem számít a sorrend, így van. Kvartilisek, egy új kifejezés az érettségén. Ugye kvartilisnek nevezzük, ugye felső és alsó kvartilist. Ezek tulajdonképpen így elnegyedelik az adatsort, mondhatjuk. Ugye az alsó kvartilis az az érték, aminél körülbelül a negyede, tehát 25%-a kisebb, felső kvartilis pedig aminél körülbelül, azért kell oda tenni, hogy körülbelül nem mindig pontosan, de hogy ugye 25% vagy az egy negyede nagyobb, ugye mondhatjuk úgy is, hogy a mediánnal kettévágott adatsornak az alsó részének még a mediánja az alsó kvartilis, és a felső részének a mediánja a felső kvartilis. Ez nagyon precíz megfogalmazás volt. Következő. Gráf pontjainak fokszáma. Hát a gráf pontjaiba, vagy csúcsaiba befutó élek számát jelenti. Felhívnám rá a figyelmet, hogy ez a fokszám, ez csak páros. Szám, összege csak páros lehet, tehát figyeljünk rá, hogy a fokszámokat összeadjuk, mindig páros eredményt kell, hogy kapjunk. Így van. Szeretnék is rákérdezni az érettségen. Igen, illetve megadnak fokszámokat, és figyelni kell, hogyha összeadjuk őket, páros legyen. Igen. Középponti szög. Ugye a középponti szög az a körcikkeknél fordulhat elő. Ugye a körcikk az a pizza szelet alak, amit talán még nem húztunk ki, de benne van, azt hiszem. A körciknél, ugye kördiagramokon, geometriában ez a körnek egy része, és ott ugye ez a szög mutatja meg azt, hogy mekkora körcikről van szó, két sugár által közrezárt szög, így is mondhatjuk, ugye a középpontnál van összesen 360 fok ezeknek a körcikeknek. Középponti szögeinek az összeg. Benne van nevében egyébként, nem? Középponti szög. Ki lett? Értelmezési tartomány. Ugye már beszéltünk rá, a függvényeknél találkozunk vele. Itt nagyon fontos, hogy ezeken a pontokon vizsgáljuk a függvények értékeit. És figyelni kell rá, hogy melyik értékeknél vizsgáljuk, ugyanis vannak olyan esetek, amikor a függvényt nem értelmezzük, ebben az esetben ugye ki kell kötnünk, hogy az értelmezési tartománynak nem része. Ez külön feladatoknak szokott lenni, külön feladat szokott lenni, hogy határozzuk meg egy függvény, akár értelmezési tartomány, ez egy egyenlet értelmezési tartományát. Ugye két ilyen, illetve három ilyen különlegesség van. Azt mondhatjuk, ugye, hogy a tört függvény, vagy a tört kifejezésnél, ugye a nevező nem lehet nulla. A logaritmusnál van, ugye a logaritmus utáni szám az nagyobb, mint nulla.
Meg az alapra is van kikötés. És az alapra is, igen, még egy se lehet. Így van, illetve még a gyökös kifejezéseknél, viszont ott a nulla lehet, tehát nagyobb egyenlő a gyök alatti rész. Ez jó, hogy felosztod ezt a hármat, mert ugye ilyenkor kell kikötést írnunk, vagy elemezni. Így van, így van. Itt kell vizsgálnunk az értelmezés tartományt, az egyenleteknél vagy függvényeknél. Igen, igen. Függvényeknél gyakran meg is adják, hogy mondjuk valamettől valameddig van értelmezve a függvény, ez ugye az értelmezés tartomány, és akkor ott Ott vizsgáljuk magát a függvényt. Így van, és csak ez még gyakran elfordul. És ezt általában intervallumban adják meg, tehát figyelnünk kell, hogy az a szélső pont az része magának a függvénynek, vagy sem. Kihúztam a másik logikát, és a negáció. Ugye a negáció az a tagadás egyenlítésnek tulajdonképpen, tehát a nem valami. Gúla, csonka, gúla. Jó. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a gúlát és a csonka gúlát úgy kell elképzelni, hogy valami ismert tárgyhoz érdemes kötni, és hát a legismertebb ugye az a piramis. Ugye a piramisokat gondoljuk gúlának, ugye az egy négyzet alapú gúla, természetesen nem csak négyzet alapú lehet, bármilyen alapú, vagy bármilyen alapú gúláról beszélhetünk. Ugye a háromszög alapú, aztnak van egy külön neve is, tetraéder, de általában sokszög alapú gúlákról beszélhetünk. És a csonka gulát az azért kedvelem nagyon, mert nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a művészet történetet, a piramisok tetején létezett egy úgynevezett piramidion, vagyis egy 1 méteres alapterületű kis piramis, és ez aranyból, színaranyból készült. Természetesen hát sajnos ez ugye a rablók kíváncsiságát is, vagy érdeklőt is felkeltették, és nagyon gyorsan a piramisok tetejéről ellopták ezt a kis piramidiont, ami ugye még egyszer mondom színaranyból volt, és ebben a pillanatban a piramisból már csonka gúla lett, mert hiányzik a teteje. Tehát levágjuk, a lényeg az, hogy valahol levágunk belőle egy kisebb gúlát. Tehát én így fogalmaznám ezt meg. Apa egyébként művész tanár is, nem csak matek tanár, úgyhogy ezek a betétek, ezek annak köszönhetőek, hogy képzett a művészet terén is. Hányados kvóciens, ugye a hányados az most csak a mértani sorozatoknál értelmezendő hányadosra gondolok, mert ugye egyébként ezt talán mondhatjuk a hányadosra, hogy ez egy osztás tulajdonképpen, de itt a mértani sorozatoknál a hányados az ugye az a szám, amivel mindig meg kell szoroznunk egy tagot, hogy a következő tagot kapjuk. Ezt ugye kicsi Q betűvel szoktuk jelölni, és ez a kvóciens az elnevezése. Idegen szavakkal. Igen. Tengelymetszet. Hát testeknél találkozunk tengelymetszettel, amikor elszeljük magát ezt, vagy kettészeljük magát ezt a testet, tehát hogy ez a tengelymetszet éppen hol található, általában különböző kúpoknál, gúláknál, de általában a magasság mentén szoktuk elvágni, különböző, az a legjellemzőbb, és akkor általában a sík metszete az érdekes, általában háromszögeket, visszatérve a csonka gúlára, akkor ott épp egy trapézt fogunk kapni. Érdekes, hogy hol metszük el, sok esetben ez segít nekünk. Itt nagyon sokszor megjelenik a derékszögű háromszög, tehát érdemes ügyesen metszegetni magát ezeket a testeket. Milyen jó, hogy visszatudunk már utalni egy másik kihúzott kifejezésre. Oké, és ugye a tengelymetszet még hol fordulhat elő, mint kifejezés? A függvényeknél is akár? Így van, így van. Ott pedig ugye gyakran kérdezhetnek olyat, hogy hol metsz az X-tengelyt, vagy magát az Y-tengelyt, ordinátát, vagy az abszisztatengely metszés pontját. Tessék! Az abszisztát ki is húztam. Az abszisza az X koordinátája egy pontnak, első koordinátája. Tehát ugye az abszissza, az első X, és az ordináta, az az Y koordináta, a második koordináta. Ezeknek van valami nevük, nem tudom. Abszere. Jó, nézzük. Azt mondja, ennedik tag.
Hát ugye beszéltünk egy sorozatról, és a sorozatnak az ennedik tagja nem túl bonyolultan megkeresünk, ugye sorba haladunk, és amikor eljutunk valahanyadikig, azt szoktuk az ennediknek nevezni. Ugye itt mind a szemtanúja, mind a mértanúnál fogalmazunk, ezt úgy hívjuk másképp, hogy általános tagja, és ezt általában meg is szokták adni, a négyévi függvénytáblában meg lehet úgy találni, hogy AN, ez az általános tag. Alkotó. Hát ugye ez a térgeometriában lévő alkotóra vonatkozik, ez ugye általában a guláknál szokott előfordulni, amikor ezt az oldalélt nézzük, vagy kúpoknál nevezhetjük még alkotónak. Lehet, hogy a gulánál nem is alkotót mondunk inkább, hanem oldalélt, nem? Kúpoknál viszont alkotónak szoktuk nevezni, igen. Bocsánat, akkor lehet, hogy a gulá nem precíz. De a kúpnál, amikor van a kúp, akkor ugye annak ez az oldalsó hosszúság, ez szokott alkotó lenni. Általában a betűvel jelöljük. Igen. Gulánál lehet inkább oldalélt mondani. Igen. Helyettesítési érték. Ugye a helyettesítési érték, megint a függvényekről beszélhetünk, és az X érték, amit magába a függvénybe beírunk. Egyszerű kiszámolni, csak felismerni nem szokták általában, nem? Így van. Megijednek tőle. Helyettesítés. Igen, igen. Nagyon-nagyon trükkösen is szokták megadni, tehát például megadják úgy, hogy F2. Igen. F2, és ebben az esetben a helyettesítő érték a 2, tehát az X helyére a 2-t kell beírni. Egyenletrendszerek. Egyenletrendszereknek azokat hívhatjuk, amikor mondjuk több egyenlet is van, aminek egyszerre kell teljesülnie, és ezáltal általában több ismeretlen is szokott bennük lenni. Ugye ez a középszintű érettségén maximum 2 egyenletből alkotott egyenletrendszer lehet, tehát valamennyi x, meg valamennyi y egyenlő valami, és egy ugyanilyen, ilyen kis kapcsolatzárójára szoktuk őket összekötni, ez azt jelenti, hogy olyan xy számpárt keresünk, amik kielégítik ezt az egyenletrendszert, tehát amiket ha beírnánk az eredeti x és y helyére, akkor mindkettő egyenlő lenne. Erre van különféle módszerek, hogy hogyan oldjuk meg, és érdemes is tudni, az érettségén szokott lenni, de egyébként szerintem megfogalmazva nagyjából így lehet. Igen, én felhívnám a figyelmet, hogy szempár a megoldás, amit mondtál, ez lényeges. Tehát nagyon sokszor elfelejtjük leírni, hogy főleg a több megoldás, hogy vannak párba. Tehát ezeket nagyon-nagyon figyelni kell rá. Meg ne is hagyjátok abba, az X megvan, vagy az Y, mert mindig a másikat is meg kell hozzá keresni. Logikai szint. Na ezt neked adom, tessék. Én raktam bele. Jó, hát logikai szitát én azért raktam bele igazából. Inkább a feladattípust, hogy ismerjétek fel, hogy mikor van erről szó, amikor ilyen Venn diagramot szoktunk rajzolgatni, halmazokat, ilyen kis karikákat, és akkor azt nézegetjük, hogy melyikben hány ember van, tudjátok, valamennyi angolos, valamennyi németes, ennyi kosárlabdázik, focizik, stb. Ezek a példák szoktak lenni, és akkor ott azt kell kitalálgatni, hogy melyik metszetben, meg ilyesmiben hányan vannak, ez a logikai szitának a feladat típusa, bár nyilván a megfogalmazása, a kifejezésnek ez kicsit bonyolultabb lenne, de tudjátok, hogyha ilyet hallottok, hogy olvastok, hogy logikai szita, akkor ez a halmazos, általában számosságot keressük. Igen, nagyon figyelni kell a megfogalmazásokra, hogy... Ja, hogy csak a halmaz. Nem nehéz egyébként, de oda kell figyelni. Általában belülről kifele szoktunk haladni ezekben a folyamatokban. Így van. Így van, és még egyszer nagyon nyelvtanilag is figyelni kell erre a megfogalmazásokra. Sok nyelvtan van a matek érettségben. Igen. Zérus hely. Ugye a zérus hely, ismét függvényeknél beszélünk. Általában az úgy szoktam én megfogalmazni, hogy az X tengely metszés pontjait jelöli, vagy másképp úgy is mondhatnám, hogy amikor az Y érték nulla lesz, ezt ki lehet számolni. Ez érdemes, mostanában ez jellemző, hogy meghatározzák, hogy mi az zérus hely, és határozzuk meg. Ebben az esetben azt kell tudni, hogy az y nulla, és úgy kell kiszámolni az x értékét. És lehet akár belőle több is, így ha van. Mondjuk paraboláról van szó. Ha lineáris függvényre, akkor általában csak szabad ilyen. Szabályos sokszög, nagyon egyszerű szabályos sokszögeknek azokat a sokszögeket nevezzük, amiknek minden oldala és szöge egyenlő. Na, nézd le. Okay. Relatív prim. Nagyon szeretem a relatív primeket, mert hogy
akár két összetett szám is lehet relatív prim, ugye az összetett számoknak azokat tekintjük, aminek nem csak két osztója létezik, hanem több is. Viszont a relatív prim azt jelenti, hogy nincs közös osztójuk az egyen kívül. Tudsz-e mondani egy relatív primre? Hát a legegyszerűbb talán azt lehetne mondani, hogy mondjuk a 6 és a 7. Így van. És egy ellenpéldát? Ami nem jó, aha, tehát ami relatív prim, ami nem relatív prim, hát például lehet a 6 és a 15. Így van, mert ott a 3. Az közös. Így van, és ugye amikor ez esetleg még jöhet, ezek az oszthatósági szabályok, mert ugye azt tudjuk mondani, hogy egy szám akkor osztható 42-vel, hogyha osztható 6-tal is és 7-tel is, mert ezek relatív prímek, viszont olyat nem tudunk mondani, hogy egy szám akkor osztható 90-nel, ha 6-tal is és 15-tel is, hiszen... Benne van mind a kettőben a 3. Így van, tehát azok nem relatív prímek. Akkor nem tudunk gyártani ilyen oszthatósági szabályt, hogyha nem relatív prímek. Jó, mondtam? Jó, teljesen jó. Lapátló. Hát, hogy fogalmazzam meg? Az a, mondjuk egy kockát néztek, akkor egy lapját kinézitek, akkor ott egy lapnak a két csúcsát összekötő szakasz a lapátló, ez ugye mindig síkban van, tehát ez a lapon van rajta, ugye a másik az a lapátló, az meg kicsit más, hogy lesz, tehát őt nevezhetjük lapátlónak így. Jó. Deltoid. A deltoid, amikor meghalom, ezt mindig azt mondtam, hogy papírsárkány. Nem is kell tovább magyarázni. Mármint, hogy nyugodtan van, csak hogy ebben már tudni szoktam. Ennyi. Tényleg, mondhatnék itt nagyon precíz definíciókat is, de alapvetően ennyi. Hogy szól egyébként? Valami ilyesmi, hogy a szomszédos oldalak egyelő nagyságos és átlói merülegesek egymásra. Így. Mondjuk. De lehet, hogy elég a szomszédos oldali. Már itt teljesen először, hogy merülegesek egymásra. Aha. Igen. Oké, racionális szám. Racionális számnak azokat a számokat nevezhetjük, amik felírható két egész szám hányadosaként. Én azt szoktam mondani, hogy az ilyen normál számok, amik ilyen szebbek, tehát jó, amennyire szépnek tarthatjuk mondjuk a mínusz 0,33333-at, tehát hogy amilyen tört, negatív tört, akár tizedes tört, stb. Vagy az egész számok, vagy a nulla, ezek mind racionális számok, mert lesz majd olyan, hogy irracionális számok, arra majd mond példát, aki azt éppen kihúzza. Remélem, ne illet. Lehet, hogy pontosan egy irracionális. Nem. Testátló. Ugye az előbb hallottuk a lapátlót, a testátló annyiban bonyolultabb, hogy hogy lehet ezt precízen megfogalmazni, ugye a két átellenes csúcsot összekötő szakasz? Nem is tudom pontosan, hogy lehet megfogalmazni. Igen. Mindenki nézzen utána, hogy pontosan mi a definíció, kíváncsi ennek egyébként. Mindegy, majd igen. De szerintem el lehet képzelni, hogy ez a test, az ott bent megy, nem? Igen, nem ott a lapon rajta. Ugye a test belsőjében. Igen. Szélső érték. Szélső érték a függvényeknél, ugye általában minimum vagy maximum lehet. Ugye ez paraboláknál főleg, ugye a parabolánál, hogyha ez egy lefele nyíló parabola, meg így áll, akkor ugye ott maximum van, ha meg egy felfele nyíló parabola, így áll, akkor minimum a legkisebb pontja. Ugye mindig a legkisebb vagy legnagyobb pontját szoktuk keresni, például meg szoktad hozni a dombra mászást, ami maximum ugye a völgybe a legalacsonyabb pont, ez ugye, hogy beledobunk egy követ, én azt szoktam mondani a gödörbe, akkor ugye ez ilyen minimum, és... fontos az, hogy a szélső értéknek legyen az akár minimum, legyen akár maximum, mindkét koordinátáját meg kell adni általában a feladatokban, tehát az x helyét és y értékét is. Hát még annyival egésztem ki, hogyha megvan adva az értelmezési tartomány, akkor előfordulhat az, hogy például egy függvénynek nem csak minimum, hanem maximum is van. Például egy másodfokú függvénynél egy... Nem csak az alsó érték, hanem ugye igen. Van egy felső értéke is. Igen. Tehát erre figyeljünk, hogy... Vagy nyilván bonyolult a függvényeknél már lehet mindkettő, hát, vagy... Igen, vagy lokális minimum, lokálisak szerint, igen, de az már csak egyetem talán, vagy emelt szinten is? Hát nem tudom, hogy emelt szinten. Jó, nézzük a következőt. Kamatos kamat.
Hú, ezt úgy kell érteni, amikor a pénzünket több évre tesszük be a bankba, ebben az esetben az éves kamat is tovább fog nekünk kamatozni. Tehát évenként megkapjuk a hozamot, úgymond a hozamot, és ez hozzáadódik a mi törzs összegünkhez is, az onnantól kezdve ezt fog nekünk kamatozni. Ezt úgy hívják, hogy kamatos kamat. Ez egy jó dolog, mert egyre több pénzünk kamatozik, aminek a kamata is nagyobb. Így van, így van. Könnyű felismerni az érettségben a kamatos kamat feladatokat, szerintem nem is nehéz. Bár most behozták ezeket a törlesztő járadékokat, még ilyeneket. Nem a legnagyobb kedvencem, de... Trapéz és hurtrapéz. Ugye trapéznek nevezzük azokat a négy szögeket, amiknek van egy párhuzamos oldala párjuk, tehát van kettő olyan oldala, ami párhuzamos. Hogyha, ugye bárhogyan állhat a másik kettő, ez fontos tudni, de hogyha ezek még úgy állnak ráadás, hogy ugyanolyan szögben, és szimmetrikus ez a trapéz, akkor ezt húrtrapéznek hívhatjuk. Ugye a húrtrapéz, szimmetrikus trapéz ugyanazt jelenti, szinonimák, és mit akartam még róla mondani? Ja, igen, azért nevezzük húrtrapéznek, mert ugye a trapéz minden oldala a körnek egy körületok, körnek egy húrja, és egyébként azt érdemes még tudni a trapézokról. Szerintem gyakran elfelejtik az érettségizők, hogy az egy száron fekvő két szöge a 180 fokra egészítik egymást. Rengeteg feladatban használjuk, és hajlamosak nem megigyezni. Unió, metszet, különbség. Na, ugye halmazműveletekről beszélünk. Az unió az azok elemek összessége, amik legalább az egyik halmazban benne vannak. Ezt úgy szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni, mintha összeolvadnának. A metszet az a rész, ami a mind a két halmaznak, vagy akár három halmaznak is a közös része, ugye ez a közös része. A különbséget viszont úgy kell elképzelni, mint hogyha ha magában a halmazban a másik halmaz beleharapott volna, és kitép belőle egy kis részt, ez általában ez a metszet az, amit kitép belőle. Nagyon sokszor szoktam meghatározni, hogyha különbséget akarjátok megérzni, akkor legegyszerűbb az iPhone termékeknél az alma, hogy abból is kicsit kiharaptak egy részt, amit lehet kötni hozzá. Ez egy összetett kis lap volt. Igen. Három. Hasznos info is egyszerre, már szintén feladatokban előjönnek érettségizők. Igen, főleg az első résznél elég sűrűn megjelennek a halmazok. Magasságvonal, magasság, pont. Ilyen magasságnak nevezhetjük egy csúcsból vele szembe lévő oldalra állított merőleges szakaszt, vagy vonalt, vagy egyenest. Se tudom, hogy melyik a legprecizebb. Itt szakasz talán elég. Hát a magasság az szakasz. Szakasz. Igen, oké. Okay. Magasságvonal az viszont végtelen hosszúságú. Ja, hogy a magasság az csak a szakasz, a vonalig. Az pedig ugye végtelen hosszúságú. Á, oké. Okay. Hát itt vonal van, úgyhogy ezt most egyenesként kell, hogy ide rakjam, de ugye a magasság az általában ugye a háromszögeknél, esetleg négyszögeknél előjön, ugye egy csúcsból a szembe lévő oldalát, tehát merőleges sok területképletben szokott lenni, és ugye van magasság a térgeometriában is, tehát térbeli alakzatoknak is lehet magassága, csak azt ugye egészen másképpen szoktuk értelmezni, tehát itt... Igen, figyelni kell, hogy a lapmagasságot adják, meg ugye a testmagasságot. Igen, általában kis emmel szoktuk jelölni a lapon lévő magasságot, és nagy emmel a térben, testnek a magassága, de nyilván akár hogy jelöltitek, csak tudjátok leszámolni. A bocsánat, a magasság pont még itt van, az meg ugye a magasságvonalaknak a meccés pontja. Én még életem nem láttam, hogy használtuk volna valamire. Hát esetleg annyi, hogy érdekesség, hogy ugye például a háromszögek esetén, ugye... Ja, egy eset. Hogy hova esett, igen. Aha, igen. Igen. Tehát ugye esett a hegyes szögek esetén a háromszög belsejébe, derékszögű háromszög esetén pont ugye az egyik csúcsba, és a harmadik eset tompaszögű háromszögeknél pedig ugye a háromszögön kívül is. Igen. Ez inkább ilyen fán, hogy így megrajzolgatjuk, nem? De használjam, használjam. Használjam, nem. Vagy legalábbis én nem tudok róla. Na hát kihúztam az irracionális szem. Na! Ugye az irracionális szem, a két egész számhányadosként nem felírható számokról beszélünk. Ilyenek például a legjobb a gyök 2, gyök 3, pi, ezek szoktak általában. Amiket ilyen furcsa számok. Igen. Amiket nem tudunk, hogy meddig és milyen számokkal.
alkotják, ilyen igen, személyek tehát... alkotják, igen. Meddig tudod a pit? 3,14. 15 van? 15. És egy a kettő? Ó, hát 1,414 ezeret. Ó, én csak 41-ig tudtam. Ha jól emlékszem, de. Oké, és... Na, még egy talán belefér. És egy gyök-három? Gyök-három? Gyök-három. Fú, ez 1,8. 732, ha jól emlékszem, de ugye nem biztos. Biztos esemény, lehetetlen esemény. Biztos esemény az, amikor a valószínűség az 1,100%, és a lehetetlen esemény, ami a 0, tehát 0%. Függvénytranszformációk. Mostában találkoztam az élesen típusú feladatokkal, amikor az alapfüggvényt mozgatjuk a koordináta rendszerbe, ugye általában vagy az X, vagy az Y tengely mentén eltoljuk, illetve még szoktuk tükrözni, illetve nyújtani ezek azok a... És most van egy új függvénytranszformáció, az ugye amikor az abszolút értékjelek közé tesszük. Igen. Ez most egy új témakör. Így van. Abszolút érték, ez nagyon érdekes, hol ott az abszolút érték függvényt talán kivették. Azt meg kivették. Úgyhogy viszont ismernünk kell, hogy mit jelent az abszolút érték. Tehát, hogy hát ugye csak pozitív értéket kaphatunk, tehát felhajtjuk, úgy szoktam én fogalmazni, hogy a X-tengely mentén felhajtjuk a függvényt. Így van, nem lehet az X-tengely alatt a függvényt. Így van. Tulajdonképpen annyira van. Nem egy bonyolult dolog, de új. Körcik, beszéltem már körcikről, ugye ez a pizza szelet alak, aminél a középponti szög van. Igazából ennyi szerintem. Igen, nem keverendő össze a körszelettel, de igen, körcik. Disjunkt halmazok. A disjunkt halmazok ugye azok a halmazok, amik nincs közös elemük. Ezzel le is zártunk. Így van, nem nagyon szoktuk hallani egyébként, de... Hát ez előfordul. Előfordul? Igen. Ellentett. Ellentetnek nevezzük egy számnak a mínusz egyszeresét, ez a matekos megfogalmazása, valójában a pozitív számoknak. A negatív szám az ellentetje, a negatívnak a pozitív, és a nullának pedig a nulla. Nekem minden nehéz volt megszokni, nem ellentét, hanem ellentett, és úgy nem általásolva a szám, ezt így mondjuk. Konvex, konkáv. Na, hát kezdjük a... Hát én inkább csak a piacos történetet mondom. A konvex, ahol nem tudunk elbújni magába a síkidomba, a konkáv, ahol el tudunk bújni. Ezt meg lehetne fogalmazni nagyon precízen is, hogyha két pontját összekötjük, akkor elhagyjuk-e magát a síkidomot, de önmagában a lényeg, hogy el tudunk bújni, vagy nem. Szerintem. Képzeljük magunkat magába a síkidomba. Súlyvonal és súlypont, ugye súlyvonal, akkor a csúcsot, a vele szemközti oldal felezés pontjába állított, húzott, összekötött egyenes vonal. Igen, egyenes. Igen, súlyvonal, tehát hogy egy csúcsot összekötünk a vele szembe lévő oldal felezés pontjával. Ha mind három súlypontot, súlyvonalat megrajzoljuk, akkor a súlypont lesz a meccés pontjuk. Nem igazán használjuk szintén. Koordináta geometriában még tavaly kellett számolni, idén már nem kell. Igen, érdemes esetleg még annyit megjegyezni, hogy a súlypont 2-1 arányban osztja a súlyvonal háromszög belső részét. Igen, ez jó. Ez jó. Előfordulhat esetleg valahol. Kúp, csonka kúp. Hát ugye a kúp, megint én azt mondanám, hogy próbáljuk valamihez kötni. Ugye ez egy kör alapú gúla, ha így is fogalmazni, de tudjuk... Ez jó, azt tetszik. De hogy mihez költjük, egy tölcsér, tehát úgy képzeljük egy fagy tölcsére. Viszont mostában modernizálják ezeket a tölcséreket, hogy le is lehessen rakni, ebben az esetben csonka kúpot kapunk, hasonló módon levágunk egy kis kúp darabot az eredeti kúpból, és akkor kapunk egy úgynevezett csonka kúpot. Hát csonkoljuk. Poharak általában a csonka kúpok egyébként. Így van. Igen, bár ez jócskánban le van. Hát igen, ez is olyan, igen. Nagyon kúpnak tűnik, de valójában csonka. Mert egy hengernek tűnik, de valójában. Igen, ez egy csonka kúp. Igen. Paralelogramma. Paralelogrammának nevezhetjük azokat a sok négyszögeket, amiknek pontosan kettő
párhuzamos oldalpárjuk van, tehát a szembelévő oldalak párhuzamosak, és ugyanakkorák is, sokan ilyen oldalba lökött téglalapnak szokták nevezni, tehát olyan, mint egy téglalap, csak kicsit így meg van billenve, és igaz erre is az, hogy az egyszáron fekvőszögek 180 fokra készítik. És ne felejtsük, hogy hozzá beletartozik maga a téglalap is. Tehát, hogy a téglalap is egy parallelogramma. Parallelogramma. Úgy kell kiejteni, hogy parallelogramma. A legnehezebb. Igen. Leírni meg főleg. Igen. Számelmélet alaptétele. Ugye ez azt jelenti, hogy bármely összetett szám felbontható, egyértelműen felbontható prim tényezők szorzatára. Ez a prim tényezős felbontás, amit már hatodiktól kezdve tanul mindenki. És mostanában az érettségén is szabad tanulni. Nullára redukálás. A nullára redukálás az a másodfokú egyenleteknél kell nekünk általában. Úgy rendezzük az egyenletet, hogy az egyik oldala nulla legyen, ez azért szükséges, mert akkor kezdhetjük beírni a megoldóképletbe általában. Vagy esetleg még szorzatalakításnál is előfordulhat. Ja, így van, így van. Tehát ha valamelyik oldalon nulla van az egyenletnek, azt nevezzük nullára redukálásnak. Na, egyre kevesebb lapot találok meg. Ez a 90... Diszkrimináns! Ez a 98... 7. Diszkrimináns, ugye ez nem más, mint a másodfok egyenlet megoldó képletében a gyök alatti rész. Ugye meghatározza, hogy a másodfok egyenletnek hány megoldása van. Ugye ha nagyobb, mint nulla, akkor logikusan két megoldás van. Ha egyenlő nulla, akkor egy megoldás van a másodfok egyenletnek. Illetve ha negatív szám, vagyis kisebb, mint nulla, akkor nincs megoldása ennek a másodfokú egyenletnek. Monotonitás, ez ugye a függvényvizsgálatnál, függvényelemzésnél van, és ugye azt mutatja meg, hogy hol nő, hol csökken a függvény. Ugye a növekedés az azt jelenti, hogy egyre nagyobb x érték esetén egyre nagyobb y értéket vesz fel, a csökkenés pedig ugye egyre nagyobb x esetén egyre kisebb y-t jelent. Nem egyszerű felírni általában, de ritkán kérdezik. Jó, még van kettő, akkor az enyém a 99-dik, és tiéd lesz a plusz egy. Jó, és hoppá, és számrendszerek. A számrendszerek talán az egyik új, ugye, új témakör, ami most az érettségén megjelenik, vagy jelentősebb témakör lesz most. Ugye tudjuk, hogy mi a 10-es számrendszert használjuk. Hát az 1500-as évek környékén terjedt el Európában, bár előtte is kötődött egy kicsit, ugye a római számok is valamilyen szinten a 10-es számrendszerhez kötődtek, de léteznek más számrendszerek is, ilyen a például a 2-es, a 12-es számrendszer. A 2-es számrendszer például a számítógépek működési elvét írja le. Át lehet írni egyik számrendszerbe, másik számrendszerbe. A helyi értékek azok a hatványozás segítségével határozhatók meg, úgy, mint hogy 10 a nulladikon, 10 az elsőn, 10 a másodikon, és itt növekvő egyre nagyobb kitevőkkel határozom a helyi értéket. Ugyanígy kell elképzelni más számrendszeren is, tehát például a 2-es számrendszeren 2 a nulladikon, 2 az elsőn, 2 a másodikon, 2 a harmadikon. Annyira kell figyelni, hogy ott nem szabad kiolvasni, mint 10-es számrendszerbe és számot, hanem azt kell mondani, hogy 1-0-0-1-1 és a 2-es számrendszerbe. Általában jobb alsó sorokban szokták leírni a számrendszer jelölését, hogy melyik számrendszerről beszélünk. Úgy körülbelül ennyit. Jól mondtad. Esetleg még annyit akkor itt megemlíthetünk, hogy minden számnak a nulladik hatványa az... Az 1. Így van, ezt fontos tudni. Na nézzük akkor ezt a plusz 1. A 99 plusz 1 az értékkészlet, oké. Okay. Az értékkészlet az egy függvény során megmutatja, hogy az y-tengelyen úgymond mettől meddig tart, én ezt így szoktam megfogalmazni, tehát hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb pontja közötti intervallumot szoktuk ezzel felírni. Igazából ezt viszonylag gyakran kérdezik az érettségi, főleg ilyen első részes feladatokban, úgyhogy érdemes tudni mindenképpen. Fontos, hogy amikor az értelmezési tartomány meg van határozva, akkor vetítsük rá merőlegesen a pontokat az y-tengelyre, és talán könnyebb leolvasni. Így van, ez a rávetítés egy tökre jó módszer.
Na, meg vagyunk a 99 plusz egy, ahogy elveszted. Nagyon jól szórakoztam. Köszönöm a lehetőséget. Hát én köszönöm, hogy segítettél. És ha remélem, hogy tudunk valakinek segíteni, vagy tudtunk segíteni, akkor már megérte, hogy itt voltok és rászántok az időt. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Hát ezek szerintem elsősorban az írásbeli érettségre is segítenek, ha ezeket tudjátok, de ha esetleg valaki a szóbelire kell, hogy készüljön, azoknak is akár. Reméljük, minél kevesebben vagytok ilyenek, de a szóbeli érettségizőknek a, nyilván a tételtanulások közben ezek a kifejezések bőven előfordulhatnak, úgyhogy. Írásbeli pedig az értelmezés, a feladat értelmezését segíthetik, hogy tudjuk, hogy miről szól, vagy mit kérdez a feladat, hogy mit kell kiszámolnunk, vagy milyen segítséget adott meg. Hogyha sikerült mindent úgy megcsinálnom, ahogy szerettem volna, akkor a kifejezéseket feliratozva láthattátok, apró grafikákkal illusztrálva, illetve a videó közben, ahogy haladtok, ott elvileg szintén feliratozva lesz, úgyhogy konkrét kifejezésekre is rá tudtok majd keresni. Én örültem, hogy egy ilyen kis közös videót tudtunk csinálni, bármikor máskor, ha van valami, akkor szívesen várlak. Köszönöm. Ha ötletelgetünk, és hasonlóan jó dolgot ki tudunk találni, akkor újra megcsináljuk majd ehhez hasonlóakat. Mindenkinek sok sikert kívánok az érettségihez, és jó tanulást! Köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk egy következő videóban. Fogalmam sincs. Újra húzod? És van erre is, azt hiszem, gomba számológépen, ugye az NCR-t szoktátok használni, ugye a valami alatt. Ez nem az. Tudom. Yeah. Okay. Tökéletes, kibírta a kamera. Köszönöm.